három kíválság, magyar népmese. Hol volt, hol nem volt. Elég az, hogy volt egyszer egy szegény ember, meg annak a felesége. Fiatalok voltak, gyerekük se volt még. Szerették egymást, megértették egymást. De a nagy szegénység miatt néha azért egyszer-egyszer összezördültek. Ne elég, egyszer az asszony előbb ért haza a mezőről, mint a férje. És azon főtt a feje, hogy mit főzök vacsorára. Megcsinálta a tüzet, más nem tudott. Egy kis leveshez tett föl vizet, és arra gondolt közben, hogy miért is olyan szegénye, hogy miért nem tudja meglepni az urát egyszer egy jó vacsorával. És amint ezt gondolta, valami suhanást hall maga mellett. Hát, egy tündér száll eléje. Na bizony, hogy meg volt illetődve a szegény kisasszony, most látott először tündért, és ott megszólalt. Ezt mondta. Na nem bánom, te szegény asszony, legyen három kívánságot, majd meglátom, hogy mennyi eszed lesz magadhoz. Azzal el is tűnt, ahogyan jött. Na hát az asszony hitt is, meg nem is a szemének és a fülének, de azért az első kívánság már megszületett a fejében. Egy szál kolbászt kívánt, azzal, hogy úgyse lesz belőle semmi. De abban a pillanatban már szállt is le a kéményből egy lábas, és menne a szép szál kolbász. Csak oda kellett tenni a lábast a tűz fölé, volt abban zsír is bőven. Amikor beállított az ember, volt nagy szálátás, mert már tele volt a konyha jó szagokkal. Amikor az asszony elmesélte, mi történt, rögtön elkezdtek tanakodni, hogy mi legyen még a két kívánság. Az ember lovat, tinót, malacot akart, az asszony meg mást. Nem tudtak megegyezni, csak vitáztak, mintha éhesek sem lettek volna. Az ember képes lett volna egy gyomorra rágyújtani. Tömködte a pipáját, nyúlt a parázsért, de olyan ügyetlenül csinálta, hogy feldöntötte a lábast a kolbásszal. Na bizony, hogy megijedt a szegény kisasszony, kapkodott mindjárt, hogy kiláncsa a kolbászt a tűz közül, és szitta az urát. Nőtt volna inkább az orrodra, mint a tűzbe fordítod ezt a kolbászt. De ezt kellett csak, már ott is lógott az ember orrán a kolbász, le egészen a térdéig. Először meg sem ijedt az asszony, próbálta, hogy leszakítja, de az ugyanőtt, hogy azt mondta, le nem lehetett szakítani. Most már megijedt az asszony, el is sírta magát, és már tudták mind a ketten, hogy a harmadikra valami vagyon kívánnak, az meg lesz, de hát akkor mi lesz a kolbásszal? Majd levágjuk, mondta az asszony. De én nem engedem, feleselt az ember. Most már, ha így van, kívánjuk vissza a lábasba, aztán kész. De hát a tinó, a ló, meg a malac, így az asszony. De hát ilyen bajszal csak nem járhatok. Te se csókolsz meg, ha kolbász lóg le az orromról. Na, végül csak az lett a harmadik kívánság, hogy a kolbász menjen vissza a lábasba. És csak most láthattak vacsorához, de a szegényeknek nem nagyon ízlett a jó falat. Máig is azon zsöltölődtek, hogy ki volt az oka, ezen túl is csak olyan szegények lesznek, mint voltak.